Bilincsben az előzetes letartóztatásból kísérték be a vádlottat a bíróság elé. Az 56 éves férfi 2002. októberében Kántor Jánosiban egy italboltban szórakozott. Hazafelé tartott, ittas állapotban bement egy helybeli, egyedül élő idős hölgy házába. A 81 éves sértett, ágyában feküdt. A vádlott minden szó nélkül rátámadt, ütni kezdte és megerőszakolta az idős asszonyt, ismertette a vádiratot Bodnár Zsolt tanácsvezető bíró. A vádlott a szexuális erőszak után attól tartva, hogy a sértett azt el fogja mondani, könyökével a nyakára nehézkedett, azt leszorította és mellkasára térdelt. Az idős asszony halálát traumás sokk és keringési összeomlás okozta, állt a vádiratban. Aljas indokból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt szabta ki első fokon büntetését a nyíregyházi törvényszék pénteken. A törvényszék 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A bíróság a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámítja a vádlott által 2015. december 9 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. A vádlott, akit a bűncselekmény elkövetése után 13 évvel, 2015. december 9-én fogtak el, a kihallgatások során ellentmondásos vallomást tett, a gyilkosság vádját tagadta, a szexuális erőszakot ismerte be. A bíróság az ügyben genetikai szakvéleményt is kért, amely során a vádlott DNS nyomait igazolták. Ezek alapján kétséget kizárólag megállapítható, hogy a sértett jobb kezének körömmintáiból major komponensként egy férfitől származtatható autoszomás DNS profilt mutattak ki a genetikai vizsgálatok során a bűnnyelmintából kimutatott genetikai profil megfelelő okuszokon megegyezik DNS profiljával. Elfogadta a bíróság a szakértő azon megállapításait is, hogyha bárki mást a sértett, akár egy enyhe, nem látható karmorásra is megérintett volna, azt is ki lehetett volna mutatni a szakértői vizsgálatok során. Az ítélethirdetés után a vádlott bűnösségét emberölésben nem ismerte be, fellebbezést kért. Az ítélet nem jogerős, az ügyet másodfokon a debreceni ítélőtábla tárgyalja.